Konnichiwa mindenkinek, itt újra ezt után. Újra tartunk egy... Most megrendezem a harmadik elírás kihívást. De még mielőtt belevágnék, ugyanazt hiszem, mint előzőleg is. Tanítok nektek pár szót, illetve mondatot japánul. Például hogyan lehet hétfőtől vasárnapig beszélni japánul? Hétfő, getsuyobi. Ked, kajóbi. Szerda, szujóbi. Csütörtök, mokujóbi. Péntek, kinjóbi. Szombat, dojóbi. Vasárnap, nichijóbi. Jó, most folytassuk néhány mondattal. Például, jó ét, oyasumi nasai. Ja, még valamit elfelejtettem mondani. A japánban ritka dolgozó betű, betűjét inkább üvetővel kell ejteni. Vagy egyáltalán nem kell kiejteni. Tehát így úgy kell ejteni, hogy oyasumi. Üdvözöllek, okaeri nasai. Hogy vagy? Ogenki desu ka? Hát úgy jönnek, hogy desu, de az betűt itt nem kell kiejteni. Vagy ha kell, akkor inkább ü. Hogy desu ka. Szívesen, jeje. Bocsánat, gomen nasai. Értettem, vakatta. Magyarországon élek, watashi wa Hungary ni sunde imasu. Mit csinálsz? Nani o shite imasu ka? És még valami. A Phoenix Wright észre-törlében tégedetet azt valahogy úgy ejtik, hogy le, de vagy nem igazán, de érteni azt. Jó, akkor ezennel belevágok a harmadik elírás kihívásba. Két epizódot már megcsináltam japán nyelven. És most a Turnumba a Samurai következik. Úgyhogy lássunk is hozzá. De ez előszó másfélszer nehezebb lesz, mint az előző. És kb. 4 órás lesz. Úgyhogy start. Igen, ez az szamuráj története, az acé szamuráj, a hős, aki mindig megküzd az Evil Magistrate-en. És ez már a kedvenc. Kedvenc show. Csak a számok írják itt kijelentésen. Szóval történetben nem, nem kell mit mondani. Nem elmeséltem el korábban.
De később... Most éppen közben, hogy az acélszamurát letartották. Az Will Powers. És bizony azt akarja, hogy találkozzak vele. A bűnőcintén. Biztosan a TP-hoz, hogy akkor letartóztatták Bill Powers. Nem, most majd elszomorodott. Hogy az acélszamurát kezdte végezni. Jaj, ja, ezek szerint csak most akarja a vádot közölni, hogy jöjjünk be hozzá. De a beszélgetés nem számít. De ő lenne Will Powers. Na hát furcsálják a kinézetét. Pedig ő játszott a acélszamurát szerepét. Szívesen mondanék valamit, de semmit se értek el. Csak most elfejtettem itt a szöveget. Beszéd kezdődik azzal, hogy mi történt. De azt a történet már ismerem. Na hát valami olyasmi az eltérnél számokból, hogy 10-kor érkezhetett meg a stúdióba. És kb. 5-kor találták meg Jack Hammer holttestét. És őt vádolják, mert ő volt az acélszamura, mert azt tudják, hogy gyilkos az acélszamura. Vagy azt gondolja. És a bizonyíték az, hogy látták az acélszamura láncsáját. Samurai történtek. Tehát ő játssza az acid samurai szerepét. De Will Powers még nehezebb lesz megvédeni. Mert minden bizottig ellene szól. Hát a gyerekek nem tudják, hogy ő játszott az acélszamurát szerepét, és nem akartam megtudni, amíg nem jön az ideje. Ja, kíváncsi, még gondolnak róla, hogy csak kiderülne, hogy az acélszamurát még se jó.
Powers Olivier. Na, ez az a pillanat, amikor Will Powers és Jack Hammer harcolt egymással, és eltölte a láncsát egy gyakorlás közben. És egy napon hirtelen álmos lett és lefeküdt. Hát így nem lehetett ott, hogy megölje Will Jack Hammert. De valaki mégis megtette, és valaki ide szúrta be. Hát az egyetlen alibi, hogy halott is emiatt kell megvédeni. Tehát végigkezdtünk a kukóhoz. Tehát itt forgatták el azt az asszony szamurái stúdió. És itt van a Wendy Old, az őr. Illetve a kapu. Én nem szívesen látom itt. Egy gyorsan beszél végig. Szóval már rajta kell tudni, hogyha itt van valami információt akarok ide. Stúdió. Azt mondja az el, mikor érkezik. Vagy mikor szokott megérkezni. Ez a történet Will Powers. Győg volt az asszony szamura. Aztán... Hát ő is meggyorsította őt, hogy ő lenne a gyilkos. De hogyha nem ő az, akkor nem tudja, hogy ki. Jack Hammer. Jack Hammer a kedvenc rajongója. Nem csoda, hogyha nem kedveli Will Powers. És végül azok a gyanult kelthetőségére. Hát arra a válasz, hogy van egy biztonsági kamera. Azt vette fel. A gyilkosság 2:30-kor történhetett. Mert idő ugyanolyan pontos, mint angolosított verzióban. Igen, már tudom. Ha tudik valami engedélyt adni, akkor enged csak tovább.
Úgyhogy ezért vissza kell menni. Megesküszik a gyalú. De senki nem találja. Ezt hihetőnek. Úgyhogy nagyon pánikból van este. És hogy engedélyezze, hogy nyomod. Tehát ez erre az engedélye szükség. Hangedély bizonyára megadhatta. És kaptunk ezért egy térképet. Na ezen a stúdió, ez stúdiót jelenti az egyes, és ez meg a stúdió kettese. Ez itt a bejárat. Ez pedig a dolgozók helyszíne. Nem ugye mennyibe kerül. És most Studio One Entrance. Gumshoe detektív. Most elég haragos, hogy mi mindig gyilkosnak már nevezni. Maradjunk a vérte, elbántunk Edgeworth-el. Viszont nem ártam tudni, hogy ezt a perc is Edgeworth-el fogunk tartani. És majd itt fogjuk megérteni azt, hogy miért örülhetnénk neki, hogyha egyről fel kéne tartania a per. Mert csak a második részítőnő második epizódjában volt igazán önző. Igen, ez lenne a boncolás jelentés, hogy 2:30-ra 30 perckor halt meg.
az indok a letartóztatásához. Hát az egy indok az, hogy szamuráj 5 évben kell, hogy legyen. Na, és ilyen mondanád, hogy alud. Biztonsági hölgy. Cáfolatlan bizonyíték. Cáfolatlan bizonyíték az bizonyára itt volt felvéve. Lehet, hogy ez itt van felvéve, de a fölkapóhoz kell jutni, hogy megszerezzük a bizonyítékot. Ez pedig vissza. Igen, ez itt volt fölvéve. Az indok a gyanúságáról. Hát látok, hogy egykor lehet, hogy megérkezzen. És kettő, akkor lehet, hogy tájtolok felvére. Mr. Hammer. Hát ezt jobb, hogy inkább nem is mondom, mert te úgy csak értek be semmit. Az automatikus kamera. A kamera, amíg bárkit felvesz, hogyha egyszer ide lépkedte. Erre vagy arra. Dressing room. Magic is in the area. És most ide. Az öltöző szobába. Reggel. És reggel fél hétkor kertlek.
mert ki kell rakni összes ládát a dukátóból, és a üreseket berakni. Jó? Most sosem lehet jó akkor. Igen, ez volt Will Powers öltöző helyisége. Nyomozás, ezt kell kinyomozni. Mi tartunk egy kíkát. Várjátok egy picit. Aztán jött az első stúdió. Vaj. Ezen az első stúdió. Csak nézzük meg, igen, ez lenne az. Már csak most mutatik-e, hogy van más? Tudom. Ez volt az. Akkor meg kell megvizsgálni. Valaki meg... Ilyen szeplős! Az asszisztens. Thank you.
Elég kedves, az biztos. Nem úgy, mint old meg. A bűtény helyszínű. Hát megsérült Will Powers-nek a lába. És akkor összetörte még a láncsaját is. És akkor bizonyára valami fél hús tettek, T-bone steaket állítólag. Will Powers. Ő az egyetlen, aki nincs jól rossz véleménye Will Powers-ről. Ő is biztos abban, hogy ártatlan. Hát említ valami. Még látod? Ez szerint egy valaki gyanúsít. Sensing song. Az asszisztens válaszol. Most fel van basszul az asszisztensre, hogy valami jött. Valami gyorsat történt. És ezért... Elrohant. Most ezt megnézhetjük nyugodtan. Na, szükség, amszasz hetes. Na, itt van az Ocid Samurai fotója. A kérdés, hogy a Will Powers volt-e, aki így járt. A kettő a költöttéletet, hogy az a fotó fávon kívül. És itt azért...
Két éve az azért van ott, mert Bill Powell volt el, hogy... Nem fogok menteni így se. 10 óra van. Felix Wright is már fél kontra más egy. A vár készen áll. A védelem készen áll. Most mondja a vádakat Will Powell szemben. Már hívja egy Gunshot detektívet. Hát ez volna az employee area. Itt volt a biztonsági hölgy. Egykor érkezhetett meg ajtóval. És általában a bütén színe itt. Az első stúdióban. Sohát este itt találták meg. Tehát az áldozat Jack Hammer volt, a váltott Will Powers. Még általában az a szereplős asszisztens is ott volt ezen a helyen. Az ott van általában itt lehetett. A zöldje azt jelenti, hogy Wendy Oldberg. Hát ugrani, remélem. De hát álltok, hogy gyilkos, hogy be... ...hányszor lehetett. Wendy O... Nevét kérem. Szerves vászés volt. Nevét. Na azt akarja a nagymamának hívja. Most tudja meg, hogy egy ideges, amikor valaki nem... Tiltakozik az ilyen beszéd miatt. Csak a jó részre szokott élni. Első valamás.
Akkor szerintem lesz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ez a szofú. Bizonyíték, hogy mutatni kell az a fotó. Iriari! Szóval azt a videóval szólt a fotó. De nem erre a ciszomágon. De ezen nem látni, hogy Will Powers lenne a tetszett. Hát a kérdés az lenne, hogy honnan tudja, hogy Will Powers van bizonyítéka. És csak volna föld van. Ez itt valami más kér. Nem tudom mit mondott, de nem emlékszem, hogy... Második valami más. Mondta, hogy azt bizonyítja, hogy a járkált a lábába, mert meg volt sérülve a lába, és el volt törve a láncsa, és ő javította meg. Lát akkor. Elnőzés. Igen. Mata! Igen, biztosan törött volt az adja. Mata! Már le is állította. Biztosan nem veszítek észre, de visszafogottam, mint az előzőleg. Már nem igazán törődik az, hogy nyere vagy.
de láthatóan minden bizonyíték Bill Powell ellen szól, főleg az a törött láb. Egy nehezen sérdéket, remélhető. Senki más nem látott. Az oci szamurájon kívül. Ha látta volna, akkor látta volna. Azért kellett itt tiltakozni, mert itt van egy gyanús dolog. Tehát a kamera mindenkit felvesz, aki csak arra felé jár. Csak hogy ami gyanús itt, az hogy ez a második fotó. Igen, ez a fotó 2, nem fotó 1. Azt jelenti, hogy valaki még járhatott itt előbb. Tehát egy elsőnek is kellett volna, hogy... És arra kell válaszolnia, hogy vajon ki volt az első, aki előtte volt. De az átszak nem lehet. És egy kérdé, hogy alakozzon bele. De ő se érti a helyzetet, így sajnos még visszafogom. De az biztos, hogy van rejtéget. De már emlékszik valamire. Negyedik volt már. Azt mondja, hogy előzőleg azt az első fotót azt törölte. Nem tudok, hogy miért. És ő azt erről nem tudott bizonyára. Kettő, három, négy. Mata! Most azt kell tudni, hogy ki volt az első. Csak egy fiú rajongó. Aki rajongója az Oci szamurájnak. Aki folyton belopakodik a stúdióba, hogy képeket készítsen az Oci szamurájnak.
Tehát... van a lyuknál, amit észrevettünk, abból jöhetett ki a fiú rajongó. Így könnyen túl tudjott járni az a biztonsági őr eszé. Tehát onnan jött mindig be. Viszont egy fiú rajongót nem vett, gyanúsíthatunk. Mert most újra kell gondolni a taktikát. Hát végül az elég óvatlan volt. Ez is az óvatlanság, ez most nagyobb bajban van. Hiába mondja, hogy aludt, senki nem hisz neki. És nem tudja, hogy ki lopatta a kosztumjét. De azt nem gondolta volna, hogy Rathmegval fogja lopni, hát ez túl is hátmányzat. Itt most a taktika az, hogy meg kell várni, hogy még van itt, akár igaz, akár nem. És akkor nyerhetünk még egy napot. Mert meg kell gyorsítani akit, hogy valaki ott szomorúan kosztümben volt. Edge azt vette észre, hogy minden bizonyíték Will Powers elmúlta, és az úgy, hogy jó bűnös. Csak hogy ezzel nem tenni kell valamit. Viszont van még egy gyanúsított. Viszont figyelmeztet, hogyha jártatlan gyorsítok meg, akkor beegyezik büntetve. Csak így meg kell gyorsítani a biztonsági körül. Nesze! Te vagy a gyorsítottunk. A biztonsági hölgy. Igaz, hogy nem ő az, de akkor is meg kell gyorsítani. És miért kell meggyorsítani? Mert az acél szamuráj kosztüm azok, hogy így tudja. Lehetséges, hogy belopakodhatott volna az öltözébe, hogy ellopja, aztán meg felvegye őt a kamera. De ez a nagyon megharagítva. Ha animét néznétek, akkor nagyon tudod, ez 100 decibeles. Ugye egy hanghullám jön. Hát a biztonsági kamera volt szegyetlen, hogy elrejtette volna magát.
Most gyors valami, mert egyről ilyenkor nem tiltakozik. Bizonyára nem tiltakozik. Engem visszafogja magát. Merítem szögyit. Köszönöm, meg akarja gyanúsítani a film. De sajnos, hogy nem lehet egy gyanúsított. Ahogy a asszisztens se. Itt próbálja védeni. Mindig ott kell mutatni, mindig ott meg el. Méghozzá a lányzsát. Le! Tehát a fiú nem lehet egy gyanúsított, hogy... Mert ő nem bírná el a lányzsát. Ezzel rá tudom menni, hogy kicsit. Ezért old meg egy kihallgatást akarja. De miért ezt meg? Old meg tiltakozik. Úgy döntött beszél. Még valamit nem osztott. Szóval még egy ötödik malomás. Azt látja, hogy még két ember volt a stúdióban. Azon a gyilkosság napján. De ha csak kiagadásra összik, akkor azt akkor ő azok a kettő, aki követelte, hogy titkolja a nevüket. Ne ússzák meg. Mada! Tehát... A rendező és a producer is ott volt a gyilkosság helyszínén. De ők a stúdió kettesben kellett, hogy legyenek. Tehát ezt még nem nyomoztuk ki.
Hát itt is választ kell kap. Hát ez itt a rizikós vád, itt most elmondja a titkát. Tehát ha ezt nem tettem volna bizonyára, tovább is nyitotta volna ki a száját. Akkor ennyi volt. Most már kiderítettük, hogy még rendező és a producer is ott volt a gyilkosságnak. De nem kérdeztük ki. Tehát őket kell még kikérdezni. Tárgyalás belkezdve. Közel volt. Várnom kellett a rizikót, de ez volt az egyetlen megoldás, hogy folytassuk. És még mindig nem kaptam büntetőt. Újra a büntető center. Jó, meg még kialkotásom van. Benny is van. Hát az az itt, amiért megvédtük ki Lipához egyelőre. Na ez van, de ezt ragasztottál meg, hogy a fiúrajongból ne jusson be.
Tehát... ezt kell széttörni, hogy a fiú rajongó, mert a szükségünk van. Akkor jött egy nagy hiájjá! Ez most már nincs. Most már be tudjuk. Addig is main gate 1. Újra beszélgetni lehet Pennyvel. A stúdió. Fiú rajongó. Hát állítólag, hogy második, harmadikos lehet ez a fiú rajongó. Elég nagy ökör. Egy igazi patkár. A rendező. Dressing room. Igen, ő lenne az szám, aki egy hülyén beszél. Úgy összekötti, hogy elmét. Ez itt a Blink Princess, mindjárt meg fogja szütni az acél szamurájt, még akkor is, hogyha láthatta. Hát, sok kőgálat fogják tönkretenni, hogyha megszütik az acél szamurái is ott. A büntény napja. A Studio 2-esben volt. A bűtény napja. Abból a rúdszer. A neve T-Basket. Big week.
Gámsó most nincs itt, úgyhogy ez van szerencsénk. Megyünk a kettes stúdióba. Kettes stúdió, aki beállott. Valaki van itt. Nem jön ki ez az ajtó. Ha kivisztos, hogy újká. És igen, így az ajtóba. Már meg is jött. Eléggé dühös rá. Nem egy gyors így. Azt akarták, hogy próbálják ki az aci szóna, de nem az ő miért. Úgyhogy elengedték. És most nem akar mondani semmit. Szállított egy videót, az jött is ajtóra. És aztán nagyon nem f***ed. Employee area. Hát csak... A fiú rangom megérkezett. És elég nagy a kör. Nem elég útbalias. Nagyon el tudsz szemtelenni. Igaz is csupa, hogy a hippi öltözésben volt. The Cody Hawkins. Aci szobája nagyon jó. Hát a coci szóval autónak, de ő nem hisz neked. Most kérdezősködik autónak. Mi történt? Nem akarja elgosztani a katit. Hát általában mindent látott, de nem hajlandó megosztani velük, vagyis kikeszenni belül a titkát. Hát most a titkesség. Amelyben hol meg nincs. Hol meg bizony a fiú után szaladt. Üdvözít egy patkány. Itt a lehetőség. Megszerezzük a kulcsot. Igen, itt lenne az a kulcs.
D. Vasquez. Nagyon szótlan. Ez elég gyors lesz. Pillanatok alatt vége. Hát... forgató... Scriptizál most kéne neki. Ez is érdektelen. Csak ami utána jön, az érdekes. Most átadja ezt. Azt akarja, hogy ezt adjam oda a számlánál. Hát így biztos nem fog beszélni. Azt mondja valahogy az első stúdióban, de veszíthette el. Hát itt volnánk, de utoljára. Ami a sushi van, az ez. Hát itt volna. Szépen olvas. Most, hogy arról kérdésködni, hogy mi történt a büdvég napján. Hajnodó egy pár alibit ad. Azt látja, hogy lehetetlen lett volna az első stúdióban, mert
egyszerre van itt érdekes politi. A blokkolt hely. Vagy a blokkolt út inkább. Az a majom fej. Igen, ez a majom fej. Azért ő leesett a feje. Akadályozta meg, hogy átmenjenek. Úgy 3 és 4 között lehetetlen lehet volna átmenjük az első stúdióba. Lehet is állítólag megállt az óra valahol. Órával is volt felszerkezve. Csak hogy 2.15-nél megállt. Tehát ezzel megadta az alibit, csak hogy ezzel nem szolgál az előnyünkre. Tehát 2.15-kor megállt. Hogy mondjam. A gyilkosság az 15 perc után történik. A bizonyára volt szűnik ki. De felmerül a kérdés, hogy került az első stúdióba a holttest. Most vissza. Kérdés idő maradt is, még nincs komolyabb nyom. Mi a fej? Tehát Maya megidézte Mia. Tehát most fog segíteni egy kicsit. Tehát az ő mosolya kell, és kedvessége ahhoz. Ahhoz, hogy kikérdezzük kod. Mindent látott, de nem hagyom megosztott. Hát ha mi a fejség, tud ebben segíteni. Van egy túlsza. Biztos, hát üldözte fel sokáig azt a kököt, de elejtett valamit az a kök, és azt felvette, és ott nála. Utána túsz.
amit adnom ki cserébe azért azokat a lapokat. Ettől meg kell szabadulnom. Akarom azt a kártyát. Ami nála van. Tehát ha odaadod neki az első stúdióról, már elmondtam. Most már elment az első stúdióba. Tehát ez lenne az a három lap, amit Cody elvesztett. Oké, akkor ez megkaptam az asszisztom a kártyát. The dressing room. A fiú megint itt van. És ott van. És berohant a szőbe. Senki nem kérdezte, de mondok. És most... Köszönöm rá egy kárt. Kártya. Most ajánlanál ki, te üzletedre. Információ. De neki nem kell az ablapra. Neki egy erősebb, egy jobb lap kell még ennél is. Mert neki már van olyan. Egy még jobb lap kéne neki. És egy maki van, aki itt megszerzheti. Kettő trailer. Hoppá. Hát a lapot, aki... Meg oda kell adni a szerepő, ez a szerepő is. Aztán Mr. Hammer.
De van egy titoklapban köszönhetem a múltjáról. Valami szörnyűség, amit nem akar megosztani. És most meg kell adni ezt. Én akarja azokat a lapokat. Innen nála sok több lap van. És most én a különleges lap, amit át kell adni a könyv. Meg kell fogadni. Jade. Yeah. Igen, beismeri, hogy ő az Oxy Tomorrow-ból. Folyton fotókat készít róla. És arra kíváncsi, hogy mi a kedvencem az Oxy Tomorrow-ban. Hát, a vászon B. Megvan a bizonyítéke is. Ez a Path of Glory. Itt minden megvan, amit az Oxy Tomorrow-ról készített. Fotóval csinálta az egészet. Tehát azért tört be, hogy fotókat készítsen, de az Oxy Tomorrow-ról. Thank you.
Szóval itt az erdőben burkált és figyelt az oci szamurájt, hogy a biztonsági őr ne vegye észre. Tehát ezért volt ő az első apuka. Mert mindig figyelt az oci szamurájt. És látta, hogy megöl egy rossz, hogy által megöl egy rossz ki. Az oci szamurájt. Ez minden, amit látok. Csak hogy... Elmondást kell találni a szavaiban. De így nincs semmi nyomunk, ami... kedvezhet Bill Powers neked. Ezért nem akarnánk, hogy Cody legyen a tanú. Csak hogy Kansuterétén mindent hallott. Ezért eldöntötte, hogy Kozit elviszi a rendőrségre, hogy a következő napon már tanúként álljon a tárgyalás. Csak hogy Kozit nem akarja menni, de erővel mégis elviszi. Úgyhogy megint hátrányban vagyunk. Az egyetlen, ami tehet, az, hogy talán elmondás Cody Hawk. És Pinszert azt akarja, hogy már fél miaként lépjen fel a tárgyaláson, hogy segítsen. Ezt akarta hallani. A féltáv ezzel még is van. Kint szól néven 2 perc, tehát... Még a vállalati elcsónakban vagyunk. Hát itt nem édes mondani semmi. Tehát a terv lebuktatni Cody Hawkins titkát. Ha nem találkozott elmondást, akkor hát így Kupernek végén. Phoenix van is milyen fake kontra Master Joy. Vált készen áll. A védelem készen áll. Most itt két tagot kell meghallgatni. Ezt számánál át kellene kérdezni. De utoljatlanul vesz. Válaszolt. Ezt Hát ők van értelmeztetek, hogy mit ettek. Hát ők T-Bone Steak.
Tehát, hogy ott volt a kettes stúdióban, hát ott egy kis volt. Kettő, három, négy, öt. Matar! Ilyen mondás sose, amit mondott a kajáról. Hát, ez elmondás. Hoppá! Még egyszer előre. Kettő, három, négy, öt, mata! Szia, és válasz! Mondok el, hogy figyel. Tehát nem lehetett téma, hogy Take a Dive. Általában a zsebébe akadta, hogy kisebb legyen. Nevet. De miért? Következő van. Mások elmondás. Mit tett itt a szünetkor? Mata! Tizen perces szünetjük volt, kettő az is tette néven között. Mata! Éppen kérdezősködnék, de tiltakozik épp. Mert az tudja, hogy az a majomfej az felsen lezont a széttől. Azt akarná tudni, hogy lehetséges-e, hogy át tudtak volna jutni az első stúdióba.
Igen, ez nem, ez lehetetlen. Igen, emiatt lehetetlen. 2.10-kor lesz volt ez az izé. És hogyan tudna így valaki eljutni az első stúdióba? De van még egy tanú, akit ki kell hallani. Újabb szünet. Tehát hogy lesz a következő tanú? Ha lett valak elmondást, akkor meg szóval. Kérdék, hogy tegyék maga itt dobozkodója, hogy jobban lássák. Na, így van jobb. Most engem dobozkodik. Elvárja a bíró, hogy kedvesek legyünk hozzá, mert így szerint nincs gyerek. De ezt tőlem is elvárják, persze. Igen, de ő ott volt, amikor az a gyilkosság történt. Ez a kamerával mindig lefotózza, amit acélszom át, és beteszi a Path of Glory. Tehát most már a kamerát köztük van.
Első valmás, kogy. Most figyelj te azt, hogy cseh. Igen, de... Közösen követte azt, hogy szomorát is látott valamit. És azt látta, hogy megölt egy cseh. Egy rossz film. Csak vész, ha húzsán. De ha nálad van a kamera, mert biztosan le fog hoztani. Szóval általában a történtéket nem fokozta le. Csak hogy van egy bemenetmódás. Kettő. Három. Négy. 5, 6, 7, 8, 9. Ez a szos. Iriari! Csak hogy nála volt a kamera, hát lett volna. Mindent lefotózni, hiszen nála volt. De akkor annyit, hogy neki jött volna. Én is miért nem lehet csinált fotót? Azt akarja tudni, hogy miért te nem csinált. Csak hogy csak gonosz dolgot tett. Szény. Az nem számít, hogy így van a kölke vagy kész. Bíróságon nem szabad hazudni. Egy ilyen kitten ismeri, hogy gyakor mellan állam. Most jött egy második van. Itt látod. Hát ő arra kíváncsi, arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan győzhette le. Megmondta a Godinos Hox műszeti tükrüket, de abban van eltudás. Csak hogy valami zavaros. Godi. Valami bizony, hogy nem stíl. Hogy ökör, hogyan ölhetnek valaki. Például. Thank you.
bizonyára képeket akart volna készíteni, azért nem figyelt az eseményeket. Javon, elfelejtettem, hogy nem csinált képeket valamiért. Azt le kell mutatni, hogy valami miért nem csinált fotót. Vagy ha csinált, akkor miért nem mutatta meg? Nincs fotó? És most a cross examination, nézzük, 5. statement. Egy, kettő, három, négy, öt. Mada! Hát ő törölte azt, városot, az nem volt jó. Várjunk csak! Egy, kettő, szóljunk vissza! Jó. Egy, kettő, három, négy, öt. Akkor biztosan itt jól legyen az elmondás. Remélem, hogy ez lesz az... Diári!
Most közeledet akarnék mondani, hogy itt, hogy gattasztok. Csak egy gond van ezzel a bizonyítékkal. Mindent felt, amiben győzelmet aratott. Még ami örömet okozott neki. A gond ez a bizonyítékkal az, hogy ha nyert a rossz fiú ellen, akkor miért nincs rajta ott? Hát, hogyha nyert volna, akkor biztosan csinált volna fotót is, akkor benne lenne ebben az album. Hát azt hiszem, hogy rájöttünk a helyzetre. Akkor eltmondás itt van. Valamiért bizony nem csinált éveket, mert valamiért döbbenetesen látom. És ez biztosan nem annyi. Nem győző. Tehát azért nem csinált fotót, mert a szamuráj nem is nyert. Vagy azért nem csináltott fotót, mert a legdöbbenetesebbet látta. Hogy ugye a szamuráj nem is győzött voltaképpen, hanem vesztett. Csak hogy azt gondolja, hogy a szamuráj mindig nyer, és tagadja. Úgyhogy voltaképpen... Cody Hawkins breakdown. Szóval tudom azt szerzett róla, hogy a szamuráj vesztett, és ez nagyon... elsírta magát. Ez itt elismeri, hogy nem nyert a szamuráj. Ez döbbentette. Nem gondoltam volna, hogy egyszer is veszíteni fog. Szamuráj volt a képen az áldozat. Tehát nem gyilkos volt a szamuráj, hanem az áldozat. És ebből kiderült az, hogy Jack Hammer volt a képen a szamuráj kocsúra, és nem Bill Powell. Valaki más ölhette meg
Jack Cannon. És az nem Will Powers volt, mert az öt volna, akkor nem Jack Hammers lenne. Jack Hammer lenne a Samurai Costume. Akkor Will Powers megsérni. Így nem lehetett volna az. Igen, Jack Hammer volt az, aki volt, igen, felvette a szamurái jelmet. Tehát ő is tudomást szerzett arra, hogy sérült volt alatt. Tehát Wendy Oldberg és Jack Hammer tudott. Így most már érti, hogy miért vesztett a szamurá. De még meghagyott egy fotót. De azt bizony meg kell mutatnia. Vedél, hogy adja oda. Csak hogy képtelen rá. Most! Na, jaj. Előtt is alkalmat, ugye. Szóval elmondás, itt kell találni. Meg akkor szabadulni ettől a fényképtől. Csak hogy... meg kell nézni azt a bizonyítékot. Tehát az elmondás pontosan itt van. Ez a kettes szám. Tehát a stúdió kettesbe ment az acélkamrák. És valaki ott megölt. Tehát így az alibi, amit Mária Svátkész mondott, az nem így. Nem így. Tehát a szátozatot az első stúdióban tartás. De volt, akiben nem ott van a büntény helyszíne. Egy érdekes hibát fedeztünk fel. Úgyhogy meg kell válaszolni, hogy hol volt a valódi büntény helyszín. És a válasz az itt van. Kedves szám. Tehát valaki 2.30-kor a 2-es stúdióban ölhette meg, és akkor 5 óra körül fedezhették le az első stúdióban. Ami azt jelenti, hát korábban nem érték oda. Az út le volt blokkolva. Úgyhogy meg kell várniuk, amíg a hanyagfejt eltávolítják, és azután elvinni a hóteset az első stúdióban. És azt is meg kell említeni, hogy Gipa az nem lehetett gyilkos, mert aludt. És azt kell vérbizonyítani, hogy így aludt. Tehát aznak is stimmelnie kell, hogy Jack Hammer 2
óra körül a Studio 2-be vette az irányt. Tehát még bizonyítani kell azt, hogy... hogy tényleg aludt Will Power. Le! Újra nyomott az üvegen. Tehát Jack Hammer-re altathatta el Will Power-t, hogy ellophassa a kosztümjét. És hogy megszólítsuk, ahhoz kellenek új lenyomat. Azt kell megvizsgálni te. Házi feladat fogadni, hogy kideríteni, hogy hogy került a kedves stúdióba, és hogy ki jött meg, és miért. Megbízani a közbe, hogy gondolja át, hogy mit fog tenni a következőben. Tárgyalás belekezdve. Tehát a utolsó perc már meg kell adni a Moodside ítéletet. Szerintem elhívni, hogy Jack Hammer képesen elhívni a kosztümjét. És továbbra se. Kettő a 11 perc. A következő valamilyen fény nem fog segíteni. Thank you.
tetszette. Vázquez produce. Hát azt mondják Vázquezről, hogy egy géniusz. Hát neki köszönhető lett a stúdió, igazán nagyszerű. Csak hogy van egy sötét titka. Beszélgetni az öreg nyonyával. De vagy ráveszi, hogy beszéljen. Meg akarja szerezni a kaját. Ami ott van, de... Ezzel is meghalsz. Végül beszél. Vázquezről beszél. Ideges, amelyet emelte azzal vádoltam, hogy ő volt a szamurái kosztüme. Azt sem tudja felfogni, hogy miért tett. Azt sem tudja felfogni, hogy ő akar. Hogy valaki őt ölte meg a kettes stúdióban. Nagyon meggyeztette. A tányér.
Oh, de ez kész! Ez a hülye. Megtalálták az ugyanimadot, de ezt tényleg csak Hemi újra nyomtam a rajta. A tányérőd is rajta van, hogy a tanulról. A tányérban, azért a Hotel Bill Powers. Igen, ezek a bőrösen bizonyítják, hogy jó hatat. Vagy csontat. Nyomozás. Mennyivel beszélünk? Addig én megszintem, viszont ez lenne az utolsó rész. Még akár azon lesz vipa az akár. A cél szó már utolsó epizódjára volt. Tehát arról beszél, hogy Hammernek volt egy sötét munka. Mert valaki ilyen baleset igen, most jön a Studio Pass. Ne!
Na, ezt meg kell mutatni azért, hogy az 5 éves ezeti dolgokról beszéljünk. Szóval, Mr. Hammer korábban még Axis Samurai volt, csak hogy lefokozták ellenségesség, mert okozott egy balesetet, és nem akarta, hogy ez kifugó. Hát így Dave Vasquez megdolgozott sokáig. Kibeszélt erről. És most bizonyítékokat fog követelni. És emiatt nem lehetett gyilkos, de viszont így is kell, hogy tényleg benne volt. Méghozzá ezzel. Lent! Hát így most már kétszerű, hogy beszéljen. Évvel ezelőtt Jack Hammer okozott egy nagyon komoly balesetet. Miközben gyakoroltak. De annyi átlépte a határt, hogy megölt egy embert véletlenül. Azt kezdve összedolgozok, hogy ne derüljünk ki ez a titok, mert félt, hogy ez a ásába is kerülhet, és így a rajongók kezét elfordulnak. Ez egy Mr. Vasquez-nek dolgozott. És ma Vasquez-nek maffia emberei vannak. És azt állítja, hogy Vasquez elhallgattatta az egyik riportet, akinél volt így bizonyíték. Arról, hogy Hammer véletlenül megölt egy embert. Semmi egyféle negatívot nem akart látni.
Ez lenne az öt éves fotó. Hallát, ez okoz. Ezek itt a tüskék, a virágos kerek. Amit a Hammer nagyon ödöbben. Hát csak Hammer könyögött, hogy ne halljon meg, de nem tehetett semmi. Most komoly rizikot fog vállalni, de nincs más megoldás. Vasquez. Hello. Hello. Bárom olyan felhőket. Hát ettől a bombos fotótól majd kinyitja a száját. Ennek rossz következménye lesz. Aki vagy, ezt hova találtam. De voltak éppen ez csapda lesz. Most van, hogy egy kicsit kinyitni a száján, de... Ő tudott erről az egész. Hát azt elismeri, hogy nem ő baleset. Vagy valakinek a halálátok Most nézzétek, hogy néz rám. Most már elég elégségesen tekint rám. Most követeni akarja a bizonyítékot, ugyanis... nagy veszély. Lehet, hogy nem voltak negatívok. Ez egyetlen bizonyíték, ami maradt az öt éve ezelőtti eseményről. Követeli ez. Ő meg képes azt állítani, hogy ez akár gyilkosságot is követhetne. Thank you.
Tehát követeli, csak hogy nem adhatjuk oda. De küldi a... Tehát így maffia főnök is. Ők a takarítója. Őket bérni fel, hogyha valakit el kell töröl. De amikor azt mondja törölni, kinyírni. Én nem látom szívesen a peren. Nem csak a bizonyítékot, de engem is nem akarod. Azért én tudok erről. Hát ezen már végünk is volna. De... Gansu Detektívit megment minket. Emiatt Vázquez inkább visszafogja magát, és inkább Peren jön el a harc. Tehát Lee Vázquez a harmadik epizód bossa. Tehát Dee Vázquez kell lemutatni az, hogy ő nyerjen. Mert nagyon frászka vagyunk biztos, nagyon fél, hogy meg. De nem biztos, hogy ez elég. Nincs mentés. Jó, van, jött a harmadik perc, tehát... Felix Wright és Maya Faye kontra Mass Edgeworth. Vár, készen áll. Védelem készen áll. Biztos, hogy az unik a másnapot. Valamiféle meghallgatás lettük. Volt egy 10 perces szünetjük, amit Panelás mondott már. Étettek table steaket. És amikor itt olyan voltam, akkor látom, szerzhetek tudomást Jack and Hall.
Itt van egy kocsi is. Itt van. Steel plate. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Írjál! Ahogy sejtettem. Csak úgy van egy elmondás a szobában. Hát egy posztéget nem lehetett. Ugyanis... majd egy bizonyíték. Ez az, amit Will Parks megehetett. Csak hogy itt látszik, hogy ez üres, nincs sem fel csó. Hát most mondtok, hogy lehet itt csó nélküli hús. Hát azt meg se ehet. Nem ette meg, mert találkozott az acész szamurája. Vagy ilyen. Tehát a vádom, tehát az... ő volt, aki megölte a cél szamurájt, az a Jack Hammer. Meggondolta, hogy egyszerűen nem lesz egy unalmas. Hát számolt ezzel, hogy ki meg fogom vádolni gyilkosság. Csak hogy még bizonyíték kell ahhoz, hogy gyilkosság. Hát felmerül a kérdés, hogy hány csak most úgy tudom volna megfogni a szamurái láncsát. Hát ő nem tudott volna hozzáérni a láncsához. És most azt állítjuk, hogy nem a láncsa volt, hogy gyilkos fegyver. Gyilkos fegyver. Most meg kell visszatom, hogy nem a láncsa, hogy gyilkos fegyver. És miért? Nem kezdünk viszont, amikor összetölt a láncsa. Így a láncsak nem lehetett. És miért megjavított a biztonsági őr, ezért a láncsak nem lehetett akkor hatalma, hogy valakit így leszúrjon, mert az görbe volt.
Tehát most egyszer a következő kérdéssel kell megadni választ. Mi volt a gyilkos fegyver? Ami hasonló volt a láncsához képest. Tehát ez volt egyező a láncsa. Az is olyan is kis volt, mint a láncsa is. De Jézusnyára a holtestet el kellett tüntetnie. Elsősorban levette az acélszamurát és elégette az égetőt. Tehát hogyan halt meg az acélszamurát, az Jack Hammer? Hát ez ugyanaz, amit Jack Hammer okozott a... Történetett a gyilkos. Kettő arckor már pontosan a Studio 2-ben volt Macét Szamurai, az ott a Jack Hammer. Mert és itt lökhette le, és ilyesen abban a tüskés részben esett bele. Mert kudarcot van a D-Vázkét kérdés, akkor ott kellett az első stúdió. Tehát nem ütette, hogy 15-es szénkik volt, tehát hogy az utam van oda? Egy útja, ahhoz, hogy elvigye az első stúdióba a holtest. Hát, de az akkor eleje nem lehetett, hogy elvigye az első stúdióba. Hát ahhoz, hogy oda vigye, az szüksége volt ehhez. Le! Még ezt a kocsit használom. De
hogyha valakinek vezetnie kellett azt a kocsit. Viszont az a kocsi Manelái volt. Arra kíváncsi, hogy így lett. Hogy ő vezetette a kocsit egyesna az első stúdióhoz. Hát a válasz igen, ő volt. De bizonyára számára nem tudhatunk erről. Ez bizonyára a kocsi hátuljában volt a kocsi. Tömik. Nem szűnt meg ezzel. Ezt figyeljétek. Egy gyanúsan viselkedik. Most már nem értél, hogy mi a helyet. Bizonytalan, hogy elismeri-e, vagy nem. De nekünk van kíváncsi, hogy nyertem el. De senki nem érti Divaszkész viselkedését. Csak hogy az a gond, hogy ez csak egy olyan, amit angolban úgy mondanak possibility, hogy lehetséges. Elmélet. És csak egy lehetséges elmélet, biztosan, hogy nincs rá. És miért nincs ez szopó helyzet. Mert ez a fontos mondás, hogy ha nincs bizonyíték, nincs semmi. Hát most a kérdéseket be akarnám fejezni. Hát ezt kell valahogy megakadázni. Tehát tennie kell még egy valomást ahhoz, hogy folytatódjon. Hogy folytatódjon fel. Nem tettek semmit. Hát hadi. Itt ne felejtsétek el, hogyha nincs bizonyíték, van vallomás. De nem ragaszkodik hozzá, mert akkor ugyanazt válaszolnám, mint előző. Be akarnám fejezni a kezdkérdéseket. Egyről tiltakozik. Én viszont hallani akar valóban. Azt akarja tudni, hogy mi történt, miután megtalálták a hókeszkét? Vélem ki az ő oldalán állni.
ennek a súlycsája, amit a tanuljában tesz. Na ezért kéne örülnötök, hogy szerintem egy főtekként tartanatok a fel. A többi ügyész mind rosszabb. Ők is úgy csinálják ezt egészet, azért, mert ő is tudja, hogy Divasquez tette. Nem tudja bizonyítani. Erre akkor bizonyítani tovább. Ez az utolsó esély. Muszáj rávenni, hogy elszólja magát. Egy, kettő, három, négy, öt, ha! Várjunk csak! Van még hetedik. Mata! Hát azt akarja tudni, hogy a portatókönyvet miért nem hozták magukat. Bírom be akkor a fejezni ezt a kezdődési dolgot, de... Edgeworth nem hagyja. De azt mondja, hogy nem vitte magával a forgatókönyvet, mert tudta, hogy nem lesz semmit, de ismét. A bíró is húcsálja, hogy miért zaklatja a tanút. Igen, már ráébredt, hogy egy követ fújok az ügyvéd. Egy követ fúj az ügyvéd. De ebben is le tudja védeni magát, szerintem. De volt, akiben elfogja majd szólni. Na ezzel az áldással itt az idő, hogy megkaptam a belét. Iriak! Aj, becsapta! Akkor menjünk vissza be. Ismételjük át. Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Hét. Akkor vissza a vegyjel. Aj, nagy becsaptál engem. Itt. Nem ahhoz.
eljutok! Jaj, már tudom! Tudom a hosszú tomát! Verdre ezt elkaptam, el kellett volna mennem. Ilyen! Itt basztam el. Igen, szóval... Amurát kell megmutatnom, mert azt gondolta, hogyha Hammernek sérült meg a lába, csak ugye az Will Powers. Csak hogy azért szólta el magát, mert azt gondolta, hogy Hammer az, aki megsérült a lába. Kid is, hogy vette észre, hogy sérült. Látta, hogy Hammer Shanti. És azt is... Már csak motivunk kell, hogy miért tette. Miért akarta volna megölni Hammert, hiszen ő... Hogyha valaki feladta már régen. Megölte volna, de miért nem tett? Ezt tudom bizonyítani. Bizonyíték pedig ez. Szóval ember nagyon gyűlölte Dee Vasquez, mert folyton maceráltak. Mindenféle fasságokkal is el kellett belőle, és emiatt el akart egy lábbal. Öt éve volt nagyon megalázott. Hammernek az volt szándék, hogy megölje Dee Vasquez-t. Tehát ami azt jelenti, hogy... hogy Hammernek ez volt a veszte, mert megpróbál. Csak hogy Vasquez motivumára kíván.
csak hogy mi motiválta a basket arra, hogy megölje Hammert. Nem volt szándéka. Hammernek volt valamiképpen szándék arra, hogy jöjjön, nem neki. Basket valamiképpen csak védekezett. Szóval önvédelemből öltöm, mert Hammer meg akarta ölni D. Basket, amiért tönkretette az életet. Tehát Hammernek az volt a szándéka, hogy eltassa D. Powers, hogy aztán Jack Hammer elbassa tőle a kosztumot, hogy aztán hogy fotó észrevegyék, aztán a súlyok ketülete az irány. Hogy megölje D. Vasquez-t, amelyet tönkretette az életét. D. Vasquez Breakdown. Létrejött. Tetetted, ugye? Most ismerte le. Meghozzon az ítéletet. Vilpa... Nem. Bűnös. Tárgyalás beelkezdve. Értem. Én nem értettem semmit ebbe az egészből, hát... Könnyen megeshet, hogy... büntetőd. Kíváncsi, hogy miért akarta, hogy se ember hamisan megvádolt. Ezért. De... Azért, mert ember szamuráj volt régebben. Csak hogy átvette a helyet. Ezért nagyon utána. De azt gondolta volna, hogy megbeszélték volna, akkor másképp így lett. Csak hogy nem egy, hát ma az ilyen szerint. Megjött.
Szóval azért segített a vádlottnak, mert a rajongója volt. Nem miattam csinálta. Nem elégedett azzal, hogy összefut. Örülne neki, hogyha nem látom még egyszer. De egy kitele lesz. Egy nap. Nem akar látni még egyszer, de sajnos kénytelen lesz a negyedik. Nagyon kíváncsi lenne arra, hogy milyen kapcsolat főz köztem is egyszerök között. Megmutatják az rózsaszín hercegnőt. Végre. Végre. Ez volt a jelírás kihívás. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomatok egy lájkot. Ezt elég könnyű elrontani. Még hogyha be is gyakorolom, akkor is. Ugye is egyben, de hogy szivátlan csinálom, meg abban a YouTube nem segít. Úgyhogy legközelebb a Turnabout Goodbyes-ból fogok majd csinálni egy újabb elírás kívást, de előtte majd csinálom a Bridge to Turnabout-ot. És majd utána. Úgyhogy ez volt már a elírás kívás. Ennyi volt mára. Konnichiwa legközelebb is.